a Skipper magazin együttműködő partnere, a Hanze Magyarország. Ez az év azért elég nehezen indult, vagyis hát nagyon jól indult egészen márciusig, de ott ugye mindenki egy kicsit be kellett, hogy húzza a kéziféket. Ebben az időszakban igazából próbáltunk erőre tervezni, amennyire lehetett. Reményeink azt mondták, hogy az Európa-bajnokság mindenképp meg lesz rendezve, a világbajnokságot majd meglátjuk. Úgyhogy az első adandó alkalommal július elején kiutaztunk vissza a hajóinkhoz, amik kinragadtak Palma de Mallorcán, és ott egy másfél hónapos edzőtábor alatt igyekeztünk felkészülni a szeptember elején megrendezésre kerülő Európa-bajnokságra, ami utólag azt kell, hogy mondjam, hogy elég jól sikerült, és nagyon erős is a csapatunk, azon túl, hogy ugye nyernem, én megnyertem a versenyt, de a másik három edzőpartnerem harmadik, negyedik, illetve hetedik lett ezen a viadalon, úgyhogy ez igazából mutatja azt, hogy ebből a csapatból nem nagyon szabad engedni, úgyhogy be is zártuk a kapuinkat az olimpiáig, nem fogunk senkit a csapatba engedni közelebb hozzánk, hisz mi sem bizonyítja jobban, hogy mi vagyunk most a legjobban. A csapaton belül komoly a rivalizálás, tehát minden nap igazából az életünkért küzdünk. Ezt talán tényleg egy ilyen farkasfalkához tudnám hasonlítani, ahol minden nap meg kell küzdeni azért, hogy az ember ott maradjon a topon, attól függetlenül, hogy milyen eredményei vannak előtte, a nap végén mindig van egy győztes. Úgyhogy ez plusz motivációt ad mindenkinek az egész edzés során. Úgyhogy nagyon-nagyon kemény a rivalizálás közöttünk, de összességében ez nem vezet soha odáig, hogy bármi veszekedés lenne, hisz mindannyian felnőtt érett versenyzők vagyunk. Elején ki fogok utazni Lanzarote-ba, a Kanári-szigetekre. Ott egészen karácsonyig fogok edzőtáborozni. Egy kis szünetet tartok az ünnepek alatt, és január első hétvégén megyek vissza szintén Lanzarote-be. Még másfél hónapot leszünk ott. Onnan átmegyünk a pálmai edzőtáborunkra, amit minden évben csinálunk. Egészen az első verseny végéig, ami április elején lesz. Onnan elmegyünk Portugáliába, ahol a világbajnokság lesz megrendezve májusban, és gyakorlatilag június-június egy megszakítással lesz egy edzőtáborunk Japánban, illetve a második, az pedig már az olimpiára való kiutazás lesz. A Skipper magazin együttműködő partnere a Hanze Magyarország.